Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. November 16-a. Mi vár ránk ezen a napon? Ez nem egy napi horoszkóp, és nem egy horoszkóp elemzés, hanem én megtekintem, hogy mi az, ami fontos, amire oda kellene figyelni, hiszen befolyásolja a hétköznapunkat. És pontosan erről van szó ezeknél a felvételeknél. Amennyiben van nálad egy bizonyos időpont, egy termin, és kíváncsi vagy arra, hogy mi várható ezen a napon, ezt természetesen megkérdezheted, akkor ez egy személyes felvétel, ennek a díja akkor 4000 forint. De ezek a felvételek is segítenek, hiszen a csillagok állása kihat a hétköznapjainkra, és mindenkire vonatkozik. Mire kell odafigyelni november 16-án? A hold. A Mula holdházban van. Ehhez hozzátenném azt, hogy én az indiai asztrológiával dolgozom, és ez egy nagyon precíz számítás, és ebben az asztrológiában vannak a holdházak. A hold a Mula holdházban van ezen a napon. Ez jelenti az alapokat, a biztonság érzetét. Itt most ki lehet építeni valamit, ez lehet egy jó kezdet valamit kialakítani, hiszen megvannak ehhez az alapok. Ezen a napon az is fontos, hogy meglegyen a biztonság érzete, a biztos talaj a lábunk alatt. A hold ezen a napon a kígyó tartó csillagkép hatása alatt áll, és ez a csillagkép szimbolizálja a gyógyító erőt. Vagy megvan az alap ahhoz, hogy legyen gyógyulás, vagy az is lehet, hogy ezen a területen dolgozol, vagy ezen a területen szeretnél dolgozni, akkor most ezt kialakíthatod, megvannak ehhez az alapok. Vénusz bolygó az a szerelem bolygója, és utal ránk hölgyekre. Vénusz bolygó kapcsolatban áll egy visszafele tekintő Jupiter bolygóval. Ezt a kapcsolatot úgy nevezzük, hogy quincunx aspektus. Erre szoktam mondani egy példát. Képzeld el, hogy ott van előtted egy inga, és én megkérdezem, mondd meg, hogy melyik irányba fog kimozdulni. Akkor azt válaszolod, ez az inga kimozdul, ebben biztos vagyok. De hogy melyik irányba, nem tudom, fogalmam sincs. Talán balra, talán jobbra. Pontosan így érezzük mi hölgyek magunkat, különösen ami a párkapcsolatot illeti. Az oka az, hogy Jupiter bolygó visszafele tekint, tehát utal a múltra. Bizonyos témákat le kellene zárni a múltból, vagy azt is jelentheti, hogy igazságtalanságok értek bennünket a múltban, és most azt szeretnénk tisztázni, azt szeretnénk rendbehozni. Itt is van ez a gyógyító erő. Mars bolygó áttért a Szkorpión jegyébe, és itt uralkodik a Szkorpión jegye felett, tehát van egy erős Mars energia, ami jelenti az élet erőnket, hogy ezzel az erővel most be tudjuk bizonyítani magunkat, de jelenti a férfiakat is. Itt érzelmekről van szó, és szexuális témákról is, hiszen a Szkorpión jegye ezt is szimbolizálja. Mars bolygó egy trigon kapcsolatban van, egy visszafele tekintő Neptun bolygóval a halak jegyéből. Itt is érzelmekről van szó, vágyakról, álmokról, elképzelésekről,
És ha megvan ez a belső erő, ez a hit, ez a bizalom, hogy ez az álom megvalósul, akkor tényleg így lesz, mert ez a kapcsolat szerencsét hoz, különösen, ami az érzelmeket illeti, az kihat ránk, hölgyekre is, hiszen Mars bolygó jelenti az életerőnket, de elsősorban a férfiakra hat ki ez a jó kapcsolat Mars bolygó és Neptun bolygó között. És ez volt a felvétel, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!